솔직히. Na, jó napot! Jó napot, jó napot! Egy kis frissítőt szeretnénk mi kérni. Limonádé? Limonádé, jó kettő lesz. Kettő rimcsi, jó, ilyen klasszikus. Aha. Nem nézelődni jöttünk? Nézelődni jöttünk. Egyébként nekem ezek nagyon tetszenek, ezek a helyek. Nem tudom, hogy elnéztél-e arra. Tehát étterem, kis bárpult, kis ruci, tehát hogy koktél, kaja. A férfiak világa. Igen. Látom, hogy nagyon otthonosan mozogsz itt. Füreden sokat vagyunk, családilag is, meg munka is köt ide. Egyébként az egyik kedvenc városom, Füred. Te bírod? Én nagyon bírom. Te Laci, figyelj, végül is nem nézünk neked ruhát most, hogy ezért jöttünk ide? Most. Értettem. Figyelj, ez jól néz ki, akkor egy 8-ast vagy 9-est kérjek belőle? 8-as, 9-es, 43, ilyen vagy lábakon élsz. Kérlek szépen, akkor várjál, egy szituációba hozlak, tegyük fel, hogy most a drága uradat, az uradat meg akarod lepni, jó? Uh-huh. Tegyük fel, hogy egy hajós kirándulásra készül, és veszünk neki, vagy veszel majd neki cipőt, nadrágot. Nem az van, hogy neked választunk? Választhatunk nekem is, de ez egy olyan általános trend, amit most mutatni fogok neked, ami egyébként neki is lehet. Hajóra egyébként az nagyon előnyös, hogyha fehér a talpa, mert azt nem szeretik a hajó tulajdonosok, hogyha mindenféle színes talpú cipővel. Egyáltalán cipővel hajóra lehet lépni. Abszolút. Nem úgy van, hogy le kell venni a cipőt, hogyha hajóra lépsz. Nem. A hajón a biztonságos az a cipő. Mezitláb nem közlekedünk hajón, fehér talpú cipővel leginkább. Egyébként ez klasszik hajós cipő. Tehát ez boot shoes, tehát hogy ez abszolút fehér talpú. Ez a stíl. Is, mindenhez is. És divatos, nézzünk, mert nagyon jó színei vannak. Divatos? Gatyókát nézzünk hozzá, jó? Várja. Figyelj, mondjuk ebből akkor ez, meg akkor megy a kis lépőhöz. Ez nagyon, igen. És milyen pólót választana, egyáltalán pólót választanál hozzá, vagy inget? A galléros póló most ismét virágkorát éri, tehát hogy szerintem menő. Én nem vagyok pólós, de ez nem azt jelenti, hogy a póló nem menő. Tehát innentől kezdve ez már ízlés dolga, én inges vagyok. Azt mondja, hogy ez. Ezt tudom én elképzelni. Hát várjál, ebben nincs hiba, így ez bárkire jó. Bárkire jó, és a fehér az egy klasszikus dolog. Tehát, hogy a fehér az mindenkinek jól áll, a fehéret bármilyen alkalomra fölveheted, estére, délutára, délelőtre, hajóra, színházba. Nyilván azért a fehérben belül is vannak stílusok. Ez lehet egy hajósink. Azért jó, hogy hosszú ujjú egyébként, mert ezzel a hajón elég csúnyán le lehet égni, hogyha nem figyelsz oda. Tehát, hogy ezt szépen így lehajtod, akkor a kezed már védve van. Ugye a gallér miatt magas a nyaka, tehát, hogy ez úgy véd kellőképpen. Tehát én ezt raknám össze. Nagyon jó. Picit rakd oda, csak azért, hogy az összhangot lássuk. És én már abszolút, de most tényleg ki nevetsz. Hát nem, tetszik. Abszolút jó, látom magamat, ahogy már ott sétálok fel a hajóra, nézd meg. Igen, nézem. Az ott a Ritkei Farkas, meg a Mertz Tamás, jól látom? Jól látod. Csak oda köszönünk. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Amada mia, amore mio. Látok, csak úgy nyaralgattok, vagy van valami komoly terv, közös hajó, közös verseny? Arról dumáltunk, hogy amikor Tamás levizsgázik, akkor összehozunk egy ilyen komolyabb vitorlázást. 13 kék szalag győzelem? 13. Plusz egy-két olimpia, tehát hogy tényleg valamit kellene kezdened ezzel a tudással. Nem, hát a vízilabdázókat szeretném kicsit közelebb hozni ehhez a sportákhoz, mert szerintem ez egy olyan dolog, amit így, amikor nekik vége van, akkor még bőven el lehet kezdeni, aha, és az életfogytig tartó sport. Valami kis furfang, valami kis titok. Egy komoly fejlesztés van, nagyobb vitorlákat szeretnénk gyenge szélre, de nyilván ezt csak akkor lehet betenni, hogyha olyan szél lesz, amiben ezek működnek. És hát ezek a hajók azért a leggyengébb szélbe is mennek 6 csomóval.
Hát az, hogy kiesek a jobból és utána úszok, az egy reménytelen eset. Az nyilván. Nincs lehetőség. És akkor most az a terv, hogy te kihajózol és beugrasz a vízbe. Így van. Egyébként én is belekezdtem egyszer már ebben a vitorlás kalandba. Nem sikerült befejezni, de majd most itt a farkas invitálására majd ebből majd csinálunk valamit. Figyelj, azt el tudom képzelni, hogy a falki beindítja a katamaránt, kicsit megdönti, te pedig, mint amikor ráúsztok, tehát hogy mész utána, aztán majd meglátjuk. Vagy utoléred, vagy nem. Ez a két variáció. Ha nagyon megdönti a hajót és kiesik belőle, azért kimentem majd. Tamás, és te azért jobban érzed magad a medencében, gondolom, de a Balaton most? Abszolút. Hát most a Balatonhoz több szerencsém van ezen a nyáron, mivel az olimpia elmaradt és megkezdődött a klubszezon. Így igazándiból járkálok én is az edzésekre, meg a mérkőzésekre a fiúkhoz, tehát nem kicsit másképp alakult ez a nyár számomra, mint ahogy azt terveztem. Hát egy kicsit gondolom helyettesíti a ebben kis magyar tengerre. Ebben az időszakban valahol Tokióban kell lenni a magyar vállalatoknak és nekem is, de hát most kiélvezem azt, amit nem nagyon tudok megtenni egyébként, hogy többet vagyok itt a Balatonon és ezen az oldalon is itt is. Fiúk! Örülök, hogy egy picit tudtunk beszélni, hagyunk benneteket kajálni, meg dumálni, jó? De jó, hogy egy kicsit megakasztottuk őket, de igen, örülünk igen. Azért, hogy találkoztunk. A műsor a Thomas Breitling Yachting Lounge támogatásával jött létre.